humanitárius fejlesztés 300 négyzetméteres raktárat épít a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Gelénesen. Távhű, az energiahatékony, modern és zöld szolgáltatásra fókuszáltak egy nyíregyházi szakmai konferencián. Erdei sétány és ökológiai sétaút, széleskörű természeti és turisztikai élményeket nyújt az új ösvény Sóstófürdőn. €650 millió támogatásból két korszerű logisztikai központot épít és három ingatlant korszerűsít a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az infrastrukturális beruházás a civil szervezetek segítőkészségének fejlesztését szolgálja az ország öt különböző pontján. Ennek Szabolcs megyei érintettje Gelénes település, ahol €54 millió egy 300 négyzetméteres raktárat építenek. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány raktárkapacitása 1300 négyzetméterrel bővül a jelenlegi beruházásnak köszönhetően. A szervezet történetében ez a legnagyobb forrás, amit eddig nyertek. Összesen 650 millió forintos hazai és uniós támogatást. A projekt indulásától Gelénes volt az első számú fix helyszín, de a Hajdú-Bihar megyei Ebest, valamint Alsóörsöt, Pécskert városát és Szentest is érinti a kapacitás bővítés. Az ország öt pontján raktárbázisokat és logisztikai központokat vagy kisebb adománypontokat hozunk létre ennek a pályázati összegnek a keretében, de maga a pályázati tevékenység nem merül ki pusztán az építési tevékenységben, hanem a kormányzat és az unió támogatásával további fejlesztéseket hajtunk végre, adományszállító gépjárműveket szerzünk be, amivel még közelebb hozzuk az alapítvány tevékenységét a célcsoportokhoz, és alapvetően a hátrányos helyzetű célcsoportokról, gyermekekről, családokról van szó, így próbáljuk meg az alapítvány tevékenységét mintegy közelebb hozni a célcsoportokhoz. Az alapítvány alapvetően tartós élelmiszereket és ruhaneműket, de minden felajánlott tárgyat raktárakban tárol, de jelenleg nem rendelkeznek saját tulajdonban lévő ingatlanokkal, csak bérelni tudnak. A Szabolcs megyei Gelénesen egy 54 millió forintos beruházásba kezd az alapítvány. Az új raktárban magas teherbírású polcrendszert és egy számítógépes munkaállomást is kialakítanak, valamint adománymozgató eszközöket vásárolnak. Itt Gelénesen egy 300 négyzetméteres nagyságrendű épület fog kialakulni, egy teljesen új épület fog megvalósulni. Itt Gelénes településen az egyházközség támogatásával és az önkormányzat támogatásával természetesen a kárpátaljai magyar testvéreink közelsége indokolta ennek a fejlesztési helyszínnek a szükségességét. Akár havária, akár bármilyen természeti katasztrófa esetén alapítványunk készen fog állni, hogy a határon túli testvéreinknek és természetesen minden rászorulónak azonnali segítséget tudjon nyújtani. Az itt létrehozandó raktárbázisban elhelyezendő adományok erre alkalmasak lesznek. Itt Gelénesen az alapítvány a közmunkaprogramban is tevékenyen részt vesz, a jövőben a településen is szeretnének munkaerőt toborozni. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány idei célja, hogy minden egyházmegyében élő és aktív kapcsolatot ápoljon a helyi gyülekezettel, a helyiek segítségére ugyanis szükség van az adományok eljutatásában. Az új raktár és a további fejlesztések azt szolgálják, hogy minél közelebb kerüljenek az adományok a rászorultakhoz, illetve az adományok sorsa is átláthatóbbá válik majd a jövőben. Átlagos fűtési idényt zárt a Nyírtávhű Kft. A szolgáltatások területén fontos fejlesztések történtek a közelmúltban, és idén is nagy volumenű beruházásokra készülnek, többek között az épülő nyíregyházi úszoda hőellátását is a cég biztosítja majd. Mindezek során igyekeznek megfelelni az energiahatékonyság szempontjának, ez utóbbi téma állt a pénteki sóstói konferencia középpontjában. Hőszállítás a legmagasabb hatékonysággal, ezt hirdette ez a plakát azon a szakmai eseményen, amelyet pénteken rendeztek Nyíregyházán. Mint a 14. regionális távhőkonferenciát megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, a Nyírtávhő Kft. Tevékenysége kulcsfontosságú a város lakosságának és intézményeinek hőenergia ellátásában. A vállalat átlagos fűtési szezon tudhat maga mögött, hiszen annak ellenére, hogy a tavasz nagyon elhúzódott, a tél enyhébb volt a megszokottnál,
A fogyasztóknak így utólag már nem kell plusz befizetésre számítaniuk. A nyírtávhőnél egyébként az elmúlt egy évben is több fontos fejlesztés valósult meg. Tavaly évben távfűtési vezetéket lehelyeztünk a Bújtosi erdőben, közel 400 méter nyomvonalban, modern városképet kialakítva, illetve növelve az üzembiztonságot. Ezen túl voltak fogyasztói rákapcsolások, hőközpont felújítások, amelyek nyilván az idei tervünkben is ilyen nagy volumenben szerepelnek. Emellett más jelentős beruházást is terveznek a közeljövőben az országos, sőt európai viszonylatban is kiemelkedő negyedik generációs szolgáltatónak számító cégnél. Az egyik legnagyobb beruházásunk lesz az úszodának a bekötés, az jelen pillanatban is folyik, ott egy távfűtési vezeték kiváltás folyik. Jelen pillanat is szigetüzemben működik Örökösföld. Ezt lesz a legnagyobb munkánk, ezt valamikor a jövő hét után, való héten kezdjük el. Ezen túl nyilvánvalóan a rendszeren egyéb helyeken is végezzük, például a Bethlen Gábor utcán július 1-től az Emon székház környékén csinálunk nagyobb felújítást. A cég egyfajta szimbiózisban működik a megyeszékhellyel, hiszen a lakosok közel 40%-a használ távhőt. Az is fontos cél, hogy Nyíregyháza levegője egészségesebb legyen, ez a fajta szolgáltatás ehhez is hozzájárul. A város polgármestere kiemelte, az önkormányzati épületek felújítása energiamegtakarítást is eredményez. Mindezek azonban komoly követelményeket támasztanak a nyírt távhővel szemben. Kiemelt szempont az ügyfélbarát szolgáltatás, az elérhetőség, a transzparencia, a megújuló energia használata, ugye ez is megtörtént az utóbbi években, napelemek vannak még az irodaházon is, és az, hogy megfizethető áron, leghatékonyabb, legmodernebb, legtisztább szolgáltatást nyújtson. A pénteki konferencián, amelyen a szakma képviselői mellett elsősorban a társvállalatok vezetői vettek részt, előadások keretében járták körül az energiahatékony távhőfejlesztés témakörét és a szektor aktuális kérdéseit. Ezekhez kapcsolódik a zöld, megfizethető szolgáltatási stratégia és a modern városok távhőszolgáltatásának létrehozása, fenntartása is. A nyílt távhő ehhez illeszkedve folyamatosan újítja korszerűsíti rendszerét, olyan újításokat vezetett be az elmúlt években, mint az okosmérés és költségmegosztás. Közel 300 millió forintból újult meg az erdei sétány és épült ökológiai sétaút Sóstófürdőn. A terület és településfejlesztési operatív program részeként 7 kilométernyi utat adtak át, amely az Ózon Hotelnél kezdődik és a Nyíregyházi Állatparkban ér véget. A projekt célja, hogy széleskörű természeti és turisztikai élményeket nyújtson az érdeklődőknek. Elkészült a Nyíregyházi Állatpark új, kettes számú hátsó bejárata, amely a zsúfolt hosszú hétvégéken jelentősen megkönnyítheti majd a bejutást Európa legjobb állatkertjébe. A közel 300 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból az ehhez vezető gyalog és kerékpárút is elkészült a Kemecsei úton. Ezt a Korányi Frigyes úti vasúti átjáró köti össze a szintén megújult erdei sétánnyal, amely az Ózon Hoteltől indul. Az erdei tornapályán keresztül egy 3 kilométeren vannak információs táblák, azok is nagyon érdekesek, tanulságosak. Építettünk szalonnasütőhelyeket, esőbeállókat, a szükséges hulladéktárolókat. Tehát él az erdő, tudjuk azt, hogy az erdei tornapály is a sportolók nagyon használják, gyalogosak, biciklisek, futók. Az állatpark hátsó bejáratánál a kerékpárt lerakva egy 4 kilométeres ökológiai utazáson vehetnek részt a látogatók. Ilyen formán a turisztikai élmények átélése mellett könnyebben megismerkedhetnek a föld flórájával és faunájával. Megújultak a topos program keretén belül a park útjai, ami nagyon fontos, mert egyrészt feldobta az egész parkot, másrészt az a hatalmas látogatószám, több mint 500 ezer vendéget fogadunk már, szükségessé tette, hogy szélesebb járdákon közlekedjenek az emberek, és egyébként az a 40 tájékoztató tábla, ami az ökológiáról, a minket körülvelő életről szól, is elhelyezésre került, úgyhogy ez egy plusz információ, tehát aki sétál, az tanulhat is. Ez része annak a 7 milliárd forintos beruházási csomagnak, amelyet tavaly kezdett el a Nyíregyházi Állatpark. Ennek keretében épül majd ki a jégkorszak, valamint az Indiaház is, amelynek kivitelezési tervei már folyamatban vannak.
Magyarország lakosságának 1%-a küzd autizmus spektrum zavarral. Ez társadalmi kapcsolatokban, kommunikációban, de viselkedési mintázatokban is megnyilvánulhat. A gyerekek beiskolázásánál a felnőttek elhelyezkedése nagyobb problémát okoz, ezért egy konferencia keretein belül osztották meg egymással a jó gyakorlatokat a szakemberek. Kis Kornél és Kis Kevin megható előadása nyitotta meg az új Éjfolyész Tarnai Ottó Egyesület által szervezett konferenciát. Az egyesület idén 10 éves. Megalakulásuk kezdetén a fogyatékosok megsegítése volt az elsődleges cél, az utóbbi időben azonban főleg az autista gyerekek beiskolázási és a felnőttek elhelyezkedési lehetőségeit helyezték előtérbe. Különösen az utolsó 5 évben már jóformán velük kellett foglalkozni, és most is azért vettük be a programunkba ezt, mert fel szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy az ő sorsuk rendezetlen, különösen az iskolából kikerülve. Addig a szülő megnyugszik, hogy bekerül a gyerek az iskolába, és amikor befejezte az iskolát, akkor nincs további segítség. És nem nagyon fogadják el őket munkában, munkahelyeken, úgyhogy most ez a kornak a legnagyobb problémája, és ebbe próbálunk, amit lehet segíteni. Az autizmusnak számtalan megjelenési formája van, de alapvetően egy idegi fejlődési rendellenesség, ami társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, de akár abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban is megnyilvánulhat. A kialakulásának okait jelenleg is kutatják, de az egyik legfontosabb tényezője a genetika. Az autista gyerekek nevelése nehéz, a korlátok sok stresszt okoznak számukra, és előfordul, hogy felnőttként is képtelenek az önálló életre. Mivel ez egy nagyon-nagyon széles spektrum, ezért azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon egyedi dolog lesz, aki ugyanazt a hétköznapi életet fogja élni, mint bármelyikünk, nyílt munkaerőpiaci állással lesz, családot alapít, önálló otthonában él, és lesz egy jelentős csoport, akik mindig is valamekkora szociális, egészségügyi és gyógypedagógiai segítséggel fognak részt venni az életben. Speciális terápiákkal az autisták képességei fejleszthetőek. Az érzékeléssel egymásra épülő folyamatokban, a számolási és memória feladatok megoldásában, valamint a kommunikációs képességek javításában is látványos eredményeket lehet elérni megfelelő szakemberek segítségével, hangzott el a konferencián. Életveszélyes sérüléseket szenvedett az a kerékpáros, akit csütörtök délután ütött el egy autóbusz Császárszállás és Butyka között. A biciklis eddig tisztázatlan okokból az út túloldalára kanyarodott, de a buszsofőrje már megkezdte az előzést, így nem tudta kikerülni a kerékpárost. Az ütközés után az út mentén lévő kerítésnek ütközött az autóbusz. A sérült nőt a mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba. 8 millió forint értékű csempészett cigaretta volt abban az autóban, melynek vezetőjét csütörtökön akarták igazoltatni a Kölcsei határrendészeti kirendeltség járőrei. A sofőr a rendőrök jelzését figyelmen kívül hagyta és nagy sebességgel tovább hajtott a fehérgyarmati körforgalomból Tunyog-Matolcs irányába. A vezető azonban elvesztette uralmát a jármű felett és egy betonoszlopnak ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt. Az ütközést követően a gépkocsit vezető 29 éves ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfi a helyszínről megpróbált elmenekülni, de a rendőrök azonnal elfogták. Az intézkedés során a járőrök a jármű utas és csomagterében összesen 7807 doboz zárjeg nélküli cigarettát találtak. A rendőrök a sofőrt és a 8 millió forintot meghaladó értékű jövedéki terméket átadták a további eljárás lefolytatására illetékes nemzeti adó- és vámhivatal munkatársainak. Ibrányi sikerrel zárult a labdarúgó Magyar Kupa megyei döntője. A sorozatban legtovább jutó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokságban szereplő csapatok találkozóján a Nyíregyházi Városi Stadionban a címvédő Ibrány 4-1-re győzött a Balkány ellen.
Az MLS megyei igazgatóság a 2016-ban írta ki a kupadöntőt, amely kedvező fogadtatásra talált mind a csapatok, mind a szurkolók körében. Az idei sorozat fináléjában a bajnoki helyezést tekintve az Ibrai volt az esélyesebb, a bajnoki mérleget tekintve viszont egy-egy győzelem állt mindkét oldalon. A mérkőzésen az Ibrány 3 gólos előnyre tett szert, amelyet követően szépített a Balkány. A hajrában az Ibrány újabb gólt szerzett, végleg eldöntve a találkozót. A kupagyőztes edzője szerint fontos volt csapata számára a siker. Már a múlt heti edzésünk is úgy nézett ki az összes, hogy ugye tudtuk, milyen fontos a nagyhalászi mérkőzés, és mondtam, a minimális elvárás volt a fiúktól, hogyha ne adj Isten, nem úgy alakul a másik eredmény, a Nyírgyulaj nagy esetre, hogy sajnos nem úgy alakult, hogy a minimális elvárás a második hely és a megyei kupagyőzelem volt. De áll Istennek, ezt én úgy gondolom abszolválni is tudtuk. Az első 15-20 percben eldöntöttük volna a mérkőzés, volt 3 óriási zicserünk, ami kimaradt, egyet tudtunk belőle értékesíteni. Úgy gondolom, akár játékban, kondiban, de leginkább azt mondom, a tudatos játékban, széleken nagyon-nagyon sokszor meg tudtuk őket bontani, amiből 3 gólt tudtunk is rúgni. Mint a Balkány edzője elmondta, a sok hiányzó miatt nem ők számítottak a mérkőzés esélyesének. A szakember a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Fokhíjasan jöttünk el erre a meccsre, sokan sérültünk, és hát sajnos csak 2 cserén volt, míg ők 5-öt tudtak cserélni, illetve hát a védelmemből is hiányoztak, középpályáról is hiányoztak játékosok, előről is 4-5 játékost egy amatőr csapat nem bír el, és egész bajnokságban olyan szerencsétlenek voltunk, hogy 3-4 játékosomat műteni kellett, erre itt van Potornai, keresztalak szakadás a mai meccsen is, tehát az egész szezonunk erről szólt, hogy az embereimnek komoly sérülései vannak hétről hétre. 4 műtött játékos után most itt az 5., akit már egyszer megműtöttek keresztallaggal, az egyik lábában most elszakadt a másik, úgyhogy nagyon pekes szériánk van, de a fiúk jól játszottak. Szerintem megvoltak a helyzeteink, hátul csináltunk a második félidőben 2-3 nagyon nagy butaságot, ezt okosan kihasználta az Ibrány, de szerintem tetszetősen is jól futballoztunk előre fel, ilyen szállításban is. Az Ibrány győzelmével megismételte tavalyi sikerét. 2017-ben egyébként a Balkány, egy évvel korábban pedig a Rakamaz nyerte a Magyar Kupa megyei döntőjét. Hagyományteremtő céllal rendeznek nemzetközi foci tornát június 15-én Mátészalkán. Az 500 ezer forint összdíjazású rendezvényen füves kispályákon játszanak majd a csapatok. Kuriózum benne, hogy egynapos, 4 pályára tervezzük, élő füves pályán. Ami még érdekesség, amit nem döntöttünk még ugyan el 100%-ra, hogy 4+1-be, ami ugye a téli teremtornákon már bevált, vagy pedig 5+1-be játsszuk. És ami a legnagyobb érdekessége lehet, hogy büntető rugásokra, ha kerül sor, vagy büntető rugás van a mérkőzésen, akkor a félpályáról jégkorongos módszerrel, rávezetéssel kerül az elvégzésre a büntető. Várjuk a csapatokat. A jelentkezőket, 15 csapat jelentkezett eddig, de ugye a hagyomány az, hogy az utolsó héten indul be igazából a nevezési hullám, és a téli tornákhoz hasonlóan nemzetközi jelleget ölt a rendezvény, mert már van jelentkezünk Romániából és Ukrajnából is, Hajdú-Biharból, távolabbról is, és várjuk majd itt a megyebeli csapatokat is a tornánkra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Humanitárius fejlesztésbe kezd a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Gelénesen. A szervezet 650 millió forintos támogatásból 2 korszerű logisztikai központot épít és 3 ingatlant korszerűsít. Az infrastrukturális beruházás a civil szervezetek segítőkészségének fejlesztését szolgálja az ország 5 különböző pontján. Ennek Szabolcs megyei érintettje Gelénes település, ahol 54 millió forintból egy 300 négyzetméteres raktárat építenek. Átlagos fűtési idényt tudhat maga mögött a Nyírtávhő Kft. Az önkormányzati cégnél fontos fejlesztések történtek a közelmúltban, és idén is nagy volumenű beruházásokra készülnek. Mindezek megvalósítása során igyekeznek megfelelni az energiahatékonyság szempontjának. Ez utóbbi téma állt a pénteken Sóston megrendezett 14. regionális távhőkonferencia középpontjában is, amelyen a szektor aktuális kérdéseiről is szó volt. Közel 300 millió forintból újult meg az erdei sétány és épült ökológiai sétaút Sóstófürdőn. A terület és településfejlesztési operatív program részeként 7 kilométernyi utat adtak át, amely az Ózon Hotelnél kezdődik és a Nyíregyházi Állatparkban ér véget. A projekt célja, hogy széleskörű természeti és turisztikai élményeket nyújtson az érdeklődőknek.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 7-én pénteken. Friss hírekkel hétfő este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szombat reggeli gomoly felhős idő várható, elszórtan zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A déli szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 fok körül alakul. Szombat estig szintén gomoly felhős napos idő várható, helyenként előfordulhat zápor, de zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. Hideg front súrolja hazánkat, így a frontokra különösen érzékenyeket megviselheti. A folytatásban a napsütés csak időnként zavarhatják meg a gomoly felhők. Elvétve alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, de ezek inkább csak felfrissülést hozhatnak. Ezekre a frissítő záporokra szükség is lesz, ugyanis több helyütt már 30 fok felett alakul a maximum hőmérséklet, így igazi nyári napok jönnek.